Szóhi emberek, ez egy újabb volt gameplay, mert régen volt. Na hát, itt van ez a 25 TP. Na. Nagy örömmel unlockoltam ezt a tankot, de aztán rájöttem, hogy 52 mm-es a átütése. Tier 5-ön. 52 mm. 7-esek ellen 52 mm. Ráadásul sebezne legalább, de nem, ez egy autoloader. Szóval olyan gyors matek 6000 XP erejéig ezt kell használnom. Még csak véletlenül sem a kicsivel jobb ágyút. Ah, nem. Hülye vagyok, hogyha azt hiszem, hogy az ennél jobb. Legalábbis a készítők szerint. Szóval, ennek a felvételnek a 75%-a az, ami nem lesz kivágva szerintem. Mert általában azt szoktam csinálni, hogy spotolok. És aztán meghalok. Mert ezzel a ágyúval más nem lehet csinálni, szóval azért vágjunk bele. De értitek, ez a átütés. Még prémium lőszer is csak 85, és azt ott felzúrhatom magamnak, az annyit ér. De óriási nagy szerencsémre. 4-esek ellen. Talán, hogy a prémium lőszert lövök, át is lövöm őket. De csak vicceltem. Olyat, mint a M5 Stuart, azt ott előről prémium lőszerrel lövöm, át te oldalból simán HP-val. Gyertitek, M5 Stuart! Na hát itt a gond. Én a 14 TP-vel ki tudtam húzni úgy, hogy kempelek. De ezzel nem lehet azt megcsinálni, mivel ennek még csak átütése sincs. Nem mint hogyha a 14 TP-nek lenne, de olyan 10 millivel azért több, ami azért segít valamennyit. Szép kis ugratás. Tehát mivel ezzel a ágyúval még csak a kempelés sem megoldható, ezért előre kell mennem. És az elől az az egyetlen egy hely, ahol nem vagyok jó helyen, mert ebben a játékban totál noob vagyok. Szóval így volt Blitzben van 55%-os minrate-em, ebben meg 46. Az azért durva különbség. Vagy lehet, hogy rossz tankokat választottam, vagy nem tudom. Habár lehet, hogy tényleg rossz tankokat választottam, mivel ez a tank, ez alapból katasztrófa. Így mindenki szerint. Az Excelsior tasztot oldalból nem lövöm át. Talán prémium lőszerrel. De az a baj, hogy előttem vannak. Majd, hogy én vagyok előttük és nem mellettük. És olyan rohadt böhöm nagy vagyok, hogy az hihetetlen. Fel vagyok spottolva, biztosan. Mert azt hittem, hogy benne vagyok abban a 50 méteres proxy spotban. És még ennek a tagnak még gun depressionje is alig van. Ez egyszerűen katasztrofa.
De nem baj. Amíg én itt nem csinálok semmit, az addig ez itt meghal. Gaz, de nem kérek belőled. A P-26-40-et. Lássatok, az egy olasz tank. És full vörös az egész. Jój. Au. Meghalsz. Jó van, legalább ennyit tudtam segíteni a csapatnak. Hát igen, ennyi voltam. Ó. Ez nagyon hosszú ideig tartott. Fúha. És még két csata fog következni. Na, tírhetesek ellen. XD. Meséljem se lesz. Fúha, érdekes lesz. Szerintem ilyen reload dolog. APCR-re. Hogy legyen esélyem is. Na, bár nem úgy néz ki, hogy... nagyon errefele jönnének. Kurva kemper! És az a baj, hogy semmi esélyem sincs arra, hogy visszalőjek neki. Nem ajánlom, hogy ott kinéz.
Valahogy éreztem, hogy egy kemper fog kiszedni. Amennyi ideig vagyok én halott, szerintem ennek a videónak a felvétel időtartamának a fele lesz az, ami a YouTube-on elérhető lesz. Szóval lesz így ilyen fél órás felvétel, az csak 14 perc lesz az, amíg játszok, mert hogy ez a tank egyszerűen annyira szar. És aztán jön ez. Aztán ezzel kellene játszani. Ezzel. Az oké, hogy legdurvább ágyúja van tier 6-on, de hogy is mondjam. Mennyi is ennek a max sebessége? Ötvenes a max sebessége, de általában 15-tel szoktak venni a 40 TP-vel a emberek. És ez azért van, mivel nagy lazában kurva szarmotra van. És mielőtt meg lehetne venni egy jobb motrot, azért kell egy lánctalp is. Na itt a gond. Aztán az egy dolog, hogy a 25 TP-vel kifejszem ezt az ágyút, és fogom tudni alapból is használni, de hát ez sokkal jobb. Szóval ez a vonal, ez kész kínszenvedés, de azért megyek rajta, mert hogy az jót tesz a mentális egészségemnek, hogy szartankokkal megyek. És de jó, négyesek ellen át fogok tudni ütni valamit. De csak valamit. Ez a map mondjuk nekem annyira nem rossz. Ezen a mapon szerintem fogok tudni legalább egy kicsit érvényesülni. Kávé egy, nem is törődök, úgy se lövöm át. És milyen kamó ez?
Lássátok, átcsütök egy rohadt olasz szart. Oldalát se. Az a baj, hogy biztos, hogy tudok lönni, mivel lepattam minden. A 40 TP az nagyon papírból van. Azt sem tudom, hogy hova lövök. Csak lövök. Épp hogy csak át tudom lenni. Legalább ennyit tudok csinálni. Ez a tank alapágyóval egyszerűen borzasztó. Mindegy. Egy kicsit... kell... másítanom a loadoutomon. Szóval... ha tetszett ez a videó, már pedig biztos nem tetszett, milyen szar volt. Akkor dislike. Ha nem dislike. Aki akar, le is iratkozhat. Csősztök!